Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az újabb Trip Report videóban. Jelenleg itt vagyunk Kassán, és nem soká 10 óra lesz. Már késő este van, így is több utas vár még a vonatára, valamint több üzlet is nyitva van még. A mai videóban a Kassáról Érsekújvárig közvetlen kocsival Pozsonyig közlekedő 800-as számú Palana gyorsvonatot fogjuk kipróbálni. Az állomáson több vonat tervezett összeállítása megtekinthető, így konkrét információt kaphatunk arról, a vonat melyik részén fut a mi kocsink. Igazán érdekes, hogy a szlovák vasúton mennyire divat ez a belföldi éjszakai hálóvonattal való utazási lehetőség. Más országoknál eddig még nem nagyon tapasztaltam hasonlót. Aki esetleg tud még példákat, dobjon egy kommentet a videó alá. Az állomás még most is felújítás alatt áll, így a hátsó peronok csak a másik aluljáróból érhetők el. 21 minút, vonatunk az egyik oldalsó csomkából fog indulni. Innen általában a Gemerán gyorsvonatok és a Hernad Eurocity vonatok szoktak indulni. A vonat 5 kocsival közlekedik. Végén 3 darab BDTER típusú ülőhelyes kocsi közlekedik, utána lesz a mi kocsink a mai útra. A mai videó fő témája pedig a szlovákok VLAB típusú HVP kocsia lesz. Ezek a kocsik a hazai példányokhoz hasonlóban Görlitzben készültek a 70-es, 80-as években. Ma a 006-ost fogjuk személyre venni. Vonatunk elején pedig egy modernebb hálókocsi fut majd, megy egészen Prágáig közlekedik. Utunk első mozdonya pedig egy 757-es sorozatú búvár lesz. Mozdonycsere Zólyomban és Érsekújváron várható. A mi kocsinkban 10 darab 3 ágyas fülke áll rendelkezésre. A fülkék 1, 2 és 3 személyre foglalhatók. A mi fülkénk a 6-os lesz. Mind a 3 ágy szépen elő lett készítve. Az ágyneműk már fel voltak húzva. Minden ágy mellett egy mini csomagtartó van elhelyezve, ahová személyes holmikat, például a telefonunkat helyezhetjük el, hogy kéznél legyenek. Az üdvözlő csomagok is ki voltak már készítve. Egy üveg víz, croissant és becsomagolt kéztörlő. Alul pedig a már megszokott kis fémszemetes. Az ajtót összesen 3 zárral lehet bezárni. Minden ágy mellett található olvasólámpa,
és szintén a hazai kocsikhoz hasonlóan csak akkor használhatók, ha a nagy lámpa le van kapcsolva. Az ajtón még kukucskáló is van, melyel meg lehet nézni, kikopog. A fentebbi ágyakra való feljutást itt is egy kihajthatós létre biztosítja. Az ablak mellett pedig a szokásos szekrény. A magyar hálókocsiban itt került kiépítésre az új konnektor, melyben tölthetjük telefonunkat. Bár ebben a kocsiban is volt egy, ezt nem lehetett ilyen célra használni. Vonatunk minimális csúszással 22 óra 49 perckor elindult Kassára. Menetrend szerint holnap reggel 7 óra 9 perckor fog érkezni a szlovák fővárosba. Egy háromszemélyes fülkébe egy jegyára 31,98 euró, vagy 12.439 forint volt. Természetesen, ha az ember egy vagy két személyes fülkében kíván utazni, azoknak az ára nagyobb. Kaptunk egy kis füzetet is, melyben egy árlap és több éjszakai vonat menetrendje található. Ez nagyon praktikus, emiatt nagyon is tetszett. Az asztalt felnyitva pedig a csap található, melyen hideg és meleg víz elérhető egyaránt. Vonatunk a magyar határ közelében, haladó Kassa, Rozsnyó, Feled, Losonc, Zólyom vonalon közlekedik, melynek egy részén most felújítási munkák zajlanak. Az átjáróajtók mindkét végén le voltak zárva, így a többi kocsiról sajnos nem tudtam felvételt készíteni. Bár sínre ürítős, a lehetőségekhez mérve szépen volt, fel volt szedve. WC-papír, víz, szappan és kéztörlő is rendelkezésre állt. Thank you.
Felsőc állomásra már 25 perc késéssel érkeztünk, így úgy döntöttem, nem maradok fent tovább, lefekszem aludni. Szép jó reggelt mindenkinek, másnap reggel 6 óra előtt vagyunk nem sokkal. Kocsink már rá van sorozva a 870-es számú Zamcán gyorsvonatra, mellyel elérjük majd a szlovák fővárost. Alig egy óra a menetidő, és csak 3 állomáson fogunk megállni. A szakaszajtók továbbra is le voltak zárva, így az ülőhelyes kocsikról belső felvétel nem készült.
relatíve gyorsan világosodott, galántára már egész világosban érkeztünk. Mivel a belsőről már nem nagyon volt mit filmezni, így itt inkább már az utazás hangulatának rögzítésére fokoztam a hangsúlyt. Felvételen a szlovák vasút egyik, nemrég forgalomba állt kis motorvonata halad el Trencsén felé. A közeljövőben szeretnék erről is egy videót készíteni, a belső képek alapján nagyon ígéretesnek tűnik. A tároló részhez közeledve láthatjátok, mekkora szerelvény végére is kapcsolták rá a kocsinkat. A vonat elején egy, a 361-es sorozat tagja dolgozik, már az újfajta fényezésben. Mielőtt megérkeznénk a főpályaudvarra, összefoglalom a véleményem. Ez az út remek volt, nagyon tetszik, hogy belföldön is van lehetőség hálókocsival utazni. Talán két negatívumot tudnék kiemelni. Az egyik, hogy a kocsi nem rendelkezik még töltéshez,
megfelelő konnektorra, másik pedig, hogy számítottam valamiféle minimális reggelire, azonban az csupán egy kávé volt. Nem tagadom, jól esett, de egy kicsival azért többre számítottam. Ezeket leszámítva nincs kifogásom, a görlici VLAB kocsi előhozta a retro feelinget az út során. Késés nélkül 7 óra 9 perckor megérkeztünk Pozsonyba. Szerelvényünket az egyik állomási tartalék kis idő után ki is húzta a tárolóba. Az állomás előtt pedig volt szerencsém belefutni a szintén nemrég forgalomba állt dupla csuklós trolik egyikébe. Nektek hogy tetszett ez a kis retro belföldi hálókocsizás? Írjátok meg véleményeteket kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!